A világ minden pontjáról érkezett a zsűri, akik elé 22 országból 868 bor került. A döntést szomeliék, borszakértők, borbloggerek és marketing szakemberek hozták meg, akik átfogó értékelést adtak a borokról. A piac nem mindig a tökéletes bort keresi, és ez a sokszínűség ezt tükrözi, vallják a szakemberek. A hazaiak közül Tokaj ismét kiemelten jól teljesített, a legsikeresebb magyar pincészet pedig a Trifecta Wines lett 6 arannyal. Egy ilyen neves társaság szigorú pontozásából került ki szintén aranyéremmel Horváth Ferenc csapata, a Kancellár birtok. A legjobb Irsai Olivér a 23-as Irsai Olivér lett, és a 64. helyen pedig a Kancellár Témi-Nyúfal 20-20-as tételét végzett. Gratulálok! A Somló vidékéről a Kreinbachert emelték még ki, hiszen a legjobb pezsgő címét ők vitték el. Hatalmas fegyvertény, hogy a top 100-ban a Kancellár 2020-as juhfarkja a 64. helyet érte el. Illatos fehérborok kategóriában tehát első helyezett lett a Kancellár Irsai Olivér. Ebből a borból éves szinten 30 000 üveg készül, amiből már most nagy részét a külföldiek viszik el.